pesgő kerül a poharakba, amit kocintás követ. Új év napján világszerte megszámlálhatatlan helyen játszódott le ez a jelenet, az év első munkanapján csütörtökön pedig a megyeházán sem maradhatott el. Évről évre kéményseprők hozzák el jelképesen a szerencsét az itt dolgozóknak, rajtuk keresztül pedig a megye lakosainak. Minden év első munkanapján meglátogatjuk a megyeházak képviselőit és az önkormányzatban a polgármester urakat, azzal a célra, hogy felköszöntjük a megye lakóit is, boldog és szerencsében gazdag új évet kívánjunk a lakosságnak, és a polgármester által ugye a Nyíregyházán élő embereknek is. A megyei közgyűlés elnöke a tradíciók ápolása szempontjából is fontosnak tartja ennek a régi hagyománynak a folytatását. Sesszák Oszkárt a testület idei terveiről is megkérdeztük. Legfontosabb feladatként a 2020 és 27 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra való felkészülés nevezte meg. Ezzel kapcsolatos tervezői munka elkezdődött. Koncepció kialakítása vár, hogy milyen a területi operatív program, milyen módozata fog a későbbiekben működni. Számunkra ez a legfontosabb, hogy erre a kihívásra találjunk megfelelő választ, illetve a folyamatban lévő projektjeinket befejezzük, lezárjuk a települési önkormányzatokkal, projektmenedzsmenti feladatainkat, a döntéshozatali feladatainkat is magunk mögött tudjuk, és hát vannak saját megvalósítási projektjeinket, azokat is sikerre vigyük, ami erre az évre adódott. Szerencsében gazdag, boldog új évet! A megyeháza után Nyíregyháza polgármesterénél is tiszteletüket tették a kéményseprők. A város vezetője szerint fontos, hogy idén is folytatódjon a fejlődés a településen. Várhatóan február elején fogadják el az ez évi költségvetést, amelyből megvalósulhatnak a tervei között szereplő és sok esetben már előkészítés alatt álló fejlesztések. Nyáron fejeződhetve például a több mint 10 milliárd forintos iskola, óvoda és bölcsöde felújítási program, amelyből már csak egy orvosi óvoda van hátra. Fontos célem mellett a közúti infrastruktúra fejlesztése, melynek keretében 5 körforgalmat alakíthatnak ki idén. Ezen kívül pedig új befektetőket, munkahelyteremtő beruházásokat szeretnének a városba hozni. Ez a jövőnk szempontjából fontos. Nagyon jó, hogy minden jelentős cég Nyíregyházán az utóbbi években fejlesztett, beruházott, hogy munkahelyeket hozott létre. De hál' Istennek itt már az infrastruktúra fejlesztésben annyit haladtunk, hogy új lehetőségek nyíltak. Másrészt van munkaerő, azt szeretnék, ha a fiatalok visszajönnének, akik elmennek tanulni, vagy akár dolgozni máshova. Itt képzelnék el az életüket Nyíregyházán, itt alapítanának családot, ezért is az elmúlt évben az önkormányzat hozott egy fontos döntést, Nyíregyháza hazavár programot indítottunk. A város polgármestere és helyettesei a média és sajtó munkatársait is vendégül látták, akik előtt kiemelték az elmúlt esztendő legjelentősebb beruházásait, például az új hotel és az úszoda felépítését, a Bújtosi Városliget és az egykori laktanya fejlesztését, valamint az okos zebrák kialakítását. Szavaik szerint látszik a lakosokon, hogy szeretnek itt élni, amit az életminőség kutatások is alátámasztanak. Az idei tervek között említették Sóstó további fejlesztését, valamint a munkanélküliség még lejjebb csökkentését.